egy filmet fog nektek vetíteni, elsősorban naprendszerünk bolygóiról. Megérkezett az első csoport a Salgótarjáni Hello Café galériájában felállított utazó planetáriumhoz. A teremben egy ilyen óriási sátor fogadta az érdeklődőket, akiket először felkészítettek arra, hogy mi várható oda bent, és hogy milyen szabályokat kell majd betartani. Nyílik a cipzár, jöhetnek az élmények. Ez a sátor 40-50 embert tud fogadni, az előadás körülbelül 20 perc. Szinte hihetetlen, de ami most itt ekkora teret igényel, összecsomagolva alig nagyobb, mint egy átlagos hűtőszekrény. A 180 fokos mozi bemutató ízelítőt ad abból, hogy mi mindennel találkozhatnak majd a salgótarjániak, ha elkészül a Nógrád megyei TIT természettudományi élményközpontja. Miután mindenki megtalálta a helyét, a nyílás záródik. Az ősszel megnyíló élményközpontban egy ehhez hasonló, egy picivel kisebb, de ehhez hasonló berendezést szeretnénk elhelyezni, és a programhoz kapcsolódó iskolák tanulói számára rendszeresen fogunk csillagászati és egyéb természettudományos műsorokat vetíteni ebben a kupolában. A TIT Pegazus élményközpontjának kialakítását tavaly novemberben a Magyar Tudomány Napján jelentették be Salgótarjánban. A megvalósulás 300 milliós pályázati támogatás, a városi önkormányzat részéről pedig ingyenes ingatlan használat segíti. Vonzáskörzetbe tartozó iskolákkal közösen természettudományos programokat, szakköröket, vetélkedőket, tanulmányi versenyeket szervezünk. A program futamideje 2 év lesz, és ez alatt a 2 év alatt a kapcsolódó iskolák tanulói szeretnénk, ha minden iskolából minden tanuló legalább egyszer eljutna hozzánk, és valamilyen élményben részesülne, valamit tanulna, valamilyen benyomás érné őt, ami hogyha esetleg van affinitása a természettudományok iránt, akkor megindítsa ennek a pályának az irányába. Ez az utazó planetárium pár óra múlva tovább indult körútjára, de ősszel már egy Salgótarjánban letelepített várja az érdeklődőket. Ennél a kupolánál egy picit kisebb lesz maga a planetárium, de ezen kívül további helyiségek lesznek mindenféle érdekes, izgalmas tartalmakkal, tehát nem csak egy planetáriumot hozunk ide Salgótarjánba, hanem egy komplex létesítmény lesz szakköri helyiségekkel, laboratóriummal és egy ilyen planetáriummal. Most azért hoztuk ide ezt a planetáriumot, hogy egyrészt magáról a készülő élményközpontról hírt adjunk, másrészt bemutassuk, hogy egy ehhez hasonló berendezés fog ide is kerülni a Salgótarjáni élményközpontba. Salgótarjánban ez alkalommal több mint 200-an látogattak el az utazó planetáriumba.